Az előző időszakban a Hősök tere, a Petőfi tér egyes részei igen erősen szennyezetté váltak. Különböző zsírfoltok, vas, illetve egyéb szennyeződések elterjedése miatt. Ennek kapcsán intézményünk egy kifejezetten erre a területre, egy felülettisztításra sarkosodott céget keresett meg. Próbamunkát végeztettünk a céggel a 2023-as évben. Az eredmény szemmel láthatóan pozitív volt. Ennek tükrében kértünk az önkormányzattól fedezetet a teljes felületnek úgymond a tisztítására, illetve az impregnáló anyagnak a felvitelére. 2024. március 1-ével elkezdődött a Hősök tere, illetve a Petőfi tér kapcsán ennek a területnek a tisztítása. Itt több mint 2400 négyzetméter területnek a megtisztítására kell gondolnunk, illetve az impregnáló anyagnak a felvitelére. Az öntözőrendszer által beterített részek vasoxiddal szennyezettek. Ezt egy oldószeres technológiával el tudjuk tüntetni. Ez az oldószer élő növényzet mellett használható. Nyilván a gyártók is tudják, hogy ezeket a szereket hol használjuk, ezért ők ezt így gyártják, hogy lehessen alkalmazni akár egy ilyen főtéren is, mint itt, ahol nagyon sok a zöld felület. Ez a szer, ahogy ide lekerül, ez 6 óra alatt lebomlik, úgyhogy lényegében kárt nem tesz, csak a vasoxiddal lép reakcióba. Teljes tisztítás után, hogyha vissza van fugázva, tehát kvarchomokkal, marosi homokkal vissza van söpörve és be van fújva, utána ajánlottunk egy impregnáló szert, ami megvédi a felületet. Mert ugye nem az a drága, hogy ez most meg van csinálva, hanem hogyha 2 hét múlva ugyanígy néz ki. Ez az impregnáló anyag, ez teljesen beivódik a térkő anyagába, egészen a kapillárisokig, teljességében zár, és ahogy a térkő kopik, úgy kopik vele együtt ez az anyag is. Tehát lényegében örökös. Teljesen zár, véd a fagy ellen, az újraszennyeződés ellen. A szennyeződés rákerül a térkőre, de nem tapad meg rajta, nem ivódik be. Ezáltal akár az eső is le tudja mosni, vagy egy kisebb takarítás is újra szépé tudja varázsolni. Ezért ajánlottuk az impregnáló szert, az megvédi a felületet az időjárási viszontagságoktól, az öntözőrendszernek a szennyeződésétől, illetve könnyebb tisztítást tesz lehetővé a későbbiek folyamán. 2023 őszén a Városgazdálkodási Intézmény szintén az önkormányzat által biztosított forrás fedezetnek a segítségével 2 vadiújhutat fúratott a Petőfi téren, bízva abban, hogy ezek az új kutak által nyert víz, illetve az öntözőrendszer által a területeknek az öntözésére elhasznált víz kevésbé fogja szennyezni ezeket a területeket, és jobb minőségű vizeket fogunk ezekből a kutakból kinyerni.